Нас на кордоні є пам'ятник «Три сестри». Mellettünk a határon található egy emlékmű, a három nővér. Oroszországot, Ukrajnát és Fehér Oroszországot jelképezi. Inkább ne legyenek az embernek olyan testvérei, mint Fehér Oroszország és Oroszország. Ezek a saját testvérüket büntetik. Csernyihív egy orosz ajkú város. A katonai szolgálat után nagyon sok katona család telepedett le Csernyihívben. A katona családok bejárták az egész Szovjetuniót. Korábban az orosz volt a hadseregben használt nyelv. Mi az ő leszármazottaik vagyunk. Oroszul beszélünk. Csernyihívben mindenki oroszul beszél. Ugyanez a helyzet Harkivban is. Tudom, mert ott születtem. A polgármesterük még most is oroszul nyilatkozik a tévében. De ő ukrán, mi mindannyian ukránok vagyunk. Szeretjük az országunkat. Mi ukránok vagyunk, és szeretjük az országunkat. Úgy akarunk élni, ahogy mi szeretnénk. Miért akarnak nekünk diktálni? Miért tolakodnak be az országunkba, és miért akarják ránk erőltetni a saját nézeteiket, a saját terveiket? Csináljon az a Putyin rendet a saját országában. Nem, neki ide kell tolakodnia hozzánk. Nem tudom, mi lesz a vége. De abban biztos vagyok, hogy soha nem győzi le Ukrajnát, soha nem töri meg az ukránokat. Mi a lelkünkben európaiak vagyunk, nem vagyunk olyanok, mint az oroszok. Mi most abszolút nem tudjuk őket megérteni, ők pedig nem értenek minket. Mindannyian bízunk benne, hogy vége lesz a háborúnak. Köszönjük a magyar népnek, nagyon köszönjük. Itt most kapunk meleg ételt, italt, szállást is kapunk. Köszönjük. Mára kicsit elterelődtek a gondolataink, korábban minden apró zajra felrezzentünk és megijedtünk. De a szívünk továbbra is Ukrajnában dobog, az ukránokkal van, a szülővárosunkban. Z Ukraińcami, z naszym miastem.